Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Klímaváltozás. Az éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozása. Összefügg a globális felmelegedéssel. Kiterjed a hőmérsékletre, csapadékra és széljárásra. A klímaváltozás számlájára írhatók a természeti katasztrófák, a szárazság, a melegrekordok. Immár nem csak globális probléma, helyi vonatkozásai érezhetők Magyarországon is. Vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, dr. Kis Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem rektor helyettese, és professzor dr. Szép Tibor, a vendégem. Klímaváltozás. Valós veszélyek, és nem csak globális veszélyek, hanem helyi veszélyek is jelen vannak már, akár most is a klímaváltozás kapcsán. Érzékeljük ezt? Mi emberek felmérjük ennek a súlyát? Én azt hiszem, hogy biztosan érzékeljük, mert mostanában sokszor hallottam, hogy azt mondták ismerőseim, hogy ó, Feri, ez az időjárás teljesen megbolondult. Én akkor mindig szoktam korrigálni, hogy biztos, hogy az időjárás bolondult meg, vagy ez valaminek a következménye. Tehát én úgy gondolom, hogy egyértelmű itt a megyében is, ha megnézzük az utóbbi néhány évnek az időjárását, azért nagyon, nagyon félelmetes dolgok is történtek, nyugodtan mondtad, ugye. Most lesz március 15-e, két éve volt egy nagyon érdekes március 15-énk, ugye? De a jégeső is sorolhatnám tovább. De ha globálisan nézzük a dolgot, az elmúlt 15 évben gyakorlatilag megdöntöttünk, és Magyarországon is minden lehetséges rekordot, és egy fontos dolgot mondanék a pozitív irányban is, tehát a hőségrekordot is, és negatív irányban is. Tehát ez azt jelenti, hogy az időjárás az kezd szélsőséges lenni. Na ez az, amit tudunk a klímaváltozásra mondani, hogy szélsőséges lesz, de hogy pontosan milyen irányt vesz, én azt hiszem, azt nem tudjuk megmondani. Én magam sokat dolgozom kint a természetben, és az első igazi jel arra, hogy valami furcsaság van, egy tiszai halászembertől, Pogár Ferencnek hívták, ő Tisza telekken egy nagyon híres halászember volt, és éveken keresztül mindig megmondta, hogy ha onnan jön a felhő, akkor ilyen időjárás lesz, és valamikor a 90-es éveknek a vége felé találkoztunk, és kérdeztük, hogy Feri bácsi, mennyi idő lesz a délután? Mondta, hogy nem tudom megmondani, mert 70 éve vagyok a Tiszán, mindig tudtam, hogy valahonnan innen jön a fel, akkor időjárás lesz, de most már nem tudom megmondani. És hát voltak éppen, amikor az olyan ember, aki életét leél, és mindennapi életében fontos az, hogy tudja, hogy mi történik. Kép már nem működnek azok a mechanizmusok, azok a egyszerű, nagyon fontos megfigyelések, ez jelez valamit. És sajnos a tudomány is ezt mutatja, tehát hihetetlen változások zajlanak. És hát globális klímaváltozásról beszélnek sokan, de kevesen tudják, hogy például Magyarországon átlagosan 1 fokkal növekedett a átlaghőmérséklet a 20. század elejétől, amit a mérések vannak az egész országban. De a legnagyobb melegedés Magyarországon belül Kelet-Magyarországon, itt a megyében volt nálunk, majdnem 1,7-1,8 Celsius fokkal növekedett az átlaghőmérséklet az utóbbi 109 évben, ami azért elég sokat jelent úgy a mezőgazdaság, mint a minden ember számára. Tehát ez már nem fikció, messze nem. És hát a következmények azok nem csak nagy általában a tévében lehet fájdalmasan nézni a jegesvedéknek a gondját, hanem bizony ez a mi mindennapi életünk is már kihat. Lehet-e ma a tudománynak reális képe, vagy van-e ma a tudománynak reális képe a klímaváltozáson? Na, ugye most így a helyi problémákat rögtön elkezdtük felvázolni, de hogy úgy átfogóan mi most a tudományos felfogás ezzel kapcsolatosan? Hogy egészítsem ki azt a bizonyos 1,7 Celsius fokot, vagy ezt az 1 fokot. Egy átlag ember azt mondaná, hogy hát ez az 1 fok nem sokat számít, még a 2 sem igazán. De gondoljunk bele, ugye itt egy globális rendszerről van, és szó, és ugyanúgy a tengerek, óceánoknak a hőmérséklet is emelkedik. Gondolj csak bele, otthon, amikor főzünk, energiát közlünk az edényben lévő vízzel, hogy fölmelegedjen, hogy a krumpli megfőjön. Na most ugyanez a helyzet, amikor melegszik, tehát a levegő fölmelegíti az óceánok, az azt jelenti, hogy melegebb lesz, nagyobb lesz az energiatartalma. A levegőnek ugyanúgy nagyobb lesz az energiatartalma, és tudjuk, azok a pusztító forgószelek,
amiket szoktunk nézni, szerencsére távol vannak tőlünk, azok az óceánból, a tengerből nyerik az energiát. Ha több az energia, akkor ezek sokkal erősebbek, pusztítóbbak lesznek. Tehát most már mértek 280-300 km/h szelet is. És azt mondanak, hogy ó, hát ez messze van tőlünk, ez Magyarországon nem igazán számít. Én azt hiszem, megerősíthetjük mind a ketten. Magyarországon már mértek 175 km/h szelet, és Európában pedig 220-at. Tehát ezt egyértelműen tudja a tudomány bizonyítani, hogy magasabb lesz az energiatartalma ezeknek a rendszereknek, ezért az időjárás, olyan időjárási jelenségek lesznek, amelyek sokkal pusztítóbbak. De még egyszer megkérdezem, hogy a tudománynak reális képe van-e a klímaváltozásról? Ugye nagyon sokat hallhattak az emberek arról, hogy bizonyos országokban, vagy akár összefogással is próbálnak, vagy próbáltak már beavatkozni az időjárásba. Be lehet-e avatkozni az időjárásba? Célszerű-e beavatkozni az időjárásba? Meg lehet próbálkozni, de azért ma még nem tudunk olyan nagy kiterjedési beavatkozásra, ami nagy térségre terjed ki. Ugye a jégesőellen vannak ilyen beavatkozások, rakétákat lőnek ki, még például a borvidékeken. De hogy a tudománynak van egy kép, azért azt kell elmondom, és ugye sokan azt hiszik, hogy csak 100 éve mérjük a hőmérsékletet, 100 év az picit történet a föld történetében. De ma már nem csak ezekre támaszkodnak, hanem például majdnem 1 millió évre visszamenőleg az antarktiszi jégből pontosan meg lehet állapítani, hogy mennyi volt 400 000 évvel ezelőtt akármelyik hónapban a levegőhőmérséklet, mennyi metán és széndioxidot, ez a két gáz, ami alapvetően azt a felmelegedésnek, a globális klímaváltozásnak a kiváltó gáz. És ami megdöbbentő, hogy ugye mondtam, hogy egy fokkal emelkedett a hőmérséklet Magyarországon, de még furcsább az, hogy az elmúlt közel 1 millió évben sose volt olyan meleg, és sose volt annyi széndioxid és metán a levegőben, mint napjainkban. És ez azért nagyon veszélyes, mert mi, mint egy emberi faj, körülbelül 300 000 éve alakultunk ki. Az az ember, amit vagy a mai modern embernek, a neandertáli után létrejött, 30 000 éves történetünk van. Amióta mi fajunk létezik, olyan meleg még nem volt, mint ami napjainkban, és ez csak egyre durvább lesz. Tehát ahhoz az a körülmények, amihez az őseink alkalmazkodtak, amihez az egész életmódunk, társadalmunk alkalmazkodott, egy hűvösebb klímához alkalmazkodott. Tehát egy olyan környezetet teremtünk sajnos mi magunk, amihez nem vagyunk felkészülve, nem tudjuk, hogy mi történik vele. Nem csak biológiailag, hogy ugye a hőhullámoknál tudjuk azt, hogy például Párizsban volt egy iszonyatos hőhullám a 2003-as években, amikor 40 fok volt tartósan, és az idős embereknek nagy része nagyon nehéz helyzetbe került, olyan mértékű volt a halálozás, hogy nem tudták megoldani a tárolást. Azért nálunk is volt 2007-ben, igen, vagy 2008-ben. És például ezek a hőhullámos napotok a száma már Magyarországon is növekedett. 90-es évekig 4-5 ilyen nap volt nyáranta, már az utóbbi évtizedekben ez 10-20-ra ment, és 2050-re akár ez 20-30 nap is lehet ilyen. Arról mindjárt beszélgetünk, hogy mivel okozzuk mi ezt a túlmelegedést, vagy mivel segítünk még rá, de az mindenképpen érdekes, és ezt önök professzorok tudják, hogy ugye a Földnek az éghajlata folyamatosan változik, és mindig vannak melegebb, hidegebb periódusok. Mi lenne a normális, mi lenne az elfogadott? Mert ugye mondjuk ezeket a pluszfokokat, de így az emberek nem tudják mihez viszonyítani ezt a felmelegedést. Hogy világítsam meg másképp ezt a dolgot? Tehát lehetni is azt mondani, hogy hát most miért gond ez a fölmelegedés? Hát nem kell majd annyit fűteni, és egyébként is hát nem lesz a Antarktiszon jég, meg az északi sarkon, vagy Grönlandon. De az előbb ugye mondtam azt, hogy ha ugye nagyobb az energiatartalma ezeknek a rendszereknek, annak következménye lesz mondjuk a viharoknál. De az is következménye, hogy ez a jég el fog olvadni. Tehát az északi sarknál ott tartunk, hogy körülbelül a fele már el is olvadt. Grönlandon is hatalmas olvadások vannak, és az Antarktisz a legújabb eredmények azt mutatják, hogy sokkal drasztikusabban olvad a jég, mint gondolták, és van, amikor akkora jégtömb válik le, mint tudom, Luxemburg, vagy a negyed Magyarország. Az bekerül az óceánba, és elkezd olvadni. Nagyon könnyű térfogatot számolni, a műholdak lemérik a területet, a jégnek a vastagságát, pontosan meg tudjuk mondani, ha Grönland elolvad, az 7 méterre emeli a tengerek óceánok szintjét. Ez a kisebb baj, az Antarktisz 70 méter. Ha ez tényleg bekövetkezik, de ennek a töredezés elég, ez milliárdokat, milliárdnyi embert fog érinteni. Mert hogy az emberek szeretnek a vízparton lakni, a tengerek, óceánoknak a partján, és azok az emberek hova fognak akkor menni? És innentől kezdve, tehát ezt szeretném mondani, hogy a környezeti kérdés az nem egyszerűen csak tudományos kérdés, hanem ez politikai, gazdasági, társadalmi, szociális. Tehát ha ez bekövetkezik, ha
tényleg így lesz, és ne legyen igazam, akkor ennek a századnak a végéig százmillióknak kell elköltözni onnan, ahol laknak. Most 40 centinél tartunk egyébként tengerszint emelkedésbe, megvannak az első műholdas felvételeink azokról a szigetekről, amelyeknek már csak a fa teteje látszik ki, mert már elmerültek. Szóval akkor tegyünk összefogással valamit a globális felmelegedés ellen. Ugye volt egy nemrég egy klímacsúcs 2015 végén Párizsban. Mit írtak ott alá a nemzetek? És betartják-e? Légiben egy korábbi megállapodásnak a folytatását, az, hogy csökkentik a szén-dioxid kibocsátásnak a mennyiségét, ami egyedül a legfontosabb eszköz, hogy megálljanak azok a folyamatok, amik sajnos, ha most megállítanánk ezt növekedés, akkor is évtizedek múlva válna pozitívabbá a helyzet. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert olyan államok is ratifikálták ezt a szerződést, akik korábban főként politikai gazdaságokból ezt negligálták. Kínára gondolok, vagy például még a Trump előtti időszak előtt az Egyesült Államok, és ez egy nagyszerű lépés volt. Bízunk benne, hogy ez megmarad, mert a kulcs most abban van, hogy mennyire fogják vissza ezt a szén-dioxid kibocsátást, főként a nagy kibocsátók, és pozitív lehetőséget ad valaminek számára. Szóval nagyon jól lehet látni az eddigi beszélgetésből, hogy a környezeti téma az egy nagyon összetett téma, de rendkívül egyszerű a dolog. Tehát az első a környezet. Tehát itt vagyunk ebben a teremben, itt vannak a mikrofonok rajtunk, és sorolhatnánk, hogy mi minden, semmi, de semmi nincs olyan ebben a teremben, ebben a felvételemben, ami nem valamilyen természeti anyagi erőforrásból származna. Nincs. Pénzt sem lehet csinálni a természet nélkül. Tehát nagyon fontos, és ugye szerencsére nálunk az egyetemen éppen most fogadtuk el, hogy nem lesz olyan hallgató az elkövetkező években, aki diplomát kapna anélkül, hogy ezekről a környezeti ügyekről hallana. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindezeket meg fogjuk beszélni, hogy bármilyen diplomája is legyen, bármit tesz, gondolja végig, hogy annak mi a következménye. Mert a természet nélkül diplomát se tudunk kiadni. És nem csak a papírra gondolok, mert hogy világítani kell is sorolhatnám. Tehát az, amit mi földnek, anyatermészetnek hívunk is sorolhatnám tovább, tehát azt tart fönn bennünket. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy minden tévénéző, minden fiatal, minden idősebb, tapasztaltabb megértse, hogy az az első. Tehát karban kell tartanunk ezeket a dolgokat. És ugye beszéltünk arról, hogy a párizsi klímacsúcson mi történt. Ugye ott azt szeretnénk elérni, hogy 1,5-2 foknál több ne legyen a globálisan a hőmérséklet emelkedés. És ugye itt szóba került két állam, Kína és az Amerikai Egyesült Államok, a két legnagyobb szén-dioxid kibocsátó. A két legnagyobb, és az utóbbi években ők csak emelkedést tudtak produkálni. Tehát ezért fantasztikus, hogy aláírták ezt a dolgot, és Kína nagyon komolyan veszi a dolgot. Tehát a megújuló energiaforrások beruházásában ők vezetnek. Tehát a világ termelésnek a 60%-át adják. Nagyon drasztikus lépéseket tesznek például az autózásban. Nagyvárosokban csak elektromos taxik lehetnek majd, és sorolhatnám tovább. De hogy milyen a világ, hogy Amerika Egyesült Államoknak új elnöke van, olyan kijelentései voltak, hogy visszavonja azt a klímaegyezményt, ami nem olyan régen fogadtak el, és elkezdik enyhíteni a szabályozást, tehát több szennyező anyag, több szén-dioxid kibocsátást fognak megengedni. Ez, ugye Kína már csak a második hely, ilyen szerepel a szén-dioxid kibocsátásban, az Amerikai Egyesült Államok visszavette az első helyet, sajnos. A nagyokon nagyon sok minden múlik, ezt tudjuk, de mi itthon teszünk ezért valamit, mit tehetünk, ha már említette az elektromos autózást és a hibrid autókat, ugye próbálják támogatni vagy preferálni, hogy minél többen ezzel járjunk vagy járhassunk, de hát vannak még azért akadályok. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne ezen a területen, azon túl, hogy itt milliókról van szó állami támogatásban, a zöldrend számos autókkal kapcsolatban, hogy a köztudatban többet beszélni ezekről, a teljes elektromos autókról vagy a hibridekről. Én úgy gondolom, most a hibrideknek nagyobb tere van, hiszen a hibrid magát tölti, tehát az elektromos hibrid. És ugye itt nem függ a töltőállomástól, de mindenféleképpen tudni kellene azt a leendő autó tulajdonosoknak, hogy amikor azt mondom, hogy elektromos autó, az egy sokkal-sokkal egyszerű autó. Arra ki kell mondanom a nevét, mondjuk a Toyota hibridre is 12 év garanciát vállal. Miért?
Azért, mert hogy annyira egyszerű az autó, hogy nyugodtan megtehetik. Mert szoktam mondani a hallgatóinknak, hogy a porszívótok elromlott, mióta egyáltalán van? Hát nem tud elromlani, mert van benne egy nagyon egyszerű motor. Az elektromos autó pontosan ugyanúgy működik. Tehát nincsenek benne bonyolult alkatrészek. Föltöltjük, és aztán megyünk. És az, hogy nulla a teljes elektromosnak, ugye nulla a károsanyag kibocsátása, de hogyha egy hibridben gondolkodom, tehát amiben van benzinmotor is, ami tölti az aksit, és az pedig elektromos motorral, annak is a fogyasztása, és akkor nem akarok reklámot csinálni, de Magyarországon is lehet majd venni, ugye a Toyota kijött azzal az autóval, amit úgy reklámoz, hogy 1 liter per 100 km per óra. Mert hogy az még a nap energiát is felhasználja. Tehát, hogy tudni azt, hogy ha egy ilyen autóval járok, ami részben benzines, annak a fogyasztása csak az 1/4 vagy az 1/5. És nem akarok a fizikai részébe belemenni, de az elektromotoroknak a hatékonysága, tehát ahogy az energiát hasznosítja, többszöröse a benzinmotoréknak. Meg kell mondani, a benzin és a dízelmotor nagyon rosszul hasznosítja az energiát. Tehát fölmelegszik és mindenféle, ugyanezt egy hibrid pedig fölhasználja. Hát óriási fejlesztések is vannak ugye az elektromos autók piacán, még azon a cégen túl ugye a hagyományos, aki kihozta a Tesla is rengeteg olyan fejlesztést kezdeményez, ami még jobbá teheti ezeket az autókat, de ha már így a mérnöki, meg a tervező, illetve a megújuló energiákról beszélünk, ezzel is nagyon sokat tehetnénk itthon, hogyha még több pénzt és figyelmet fordítanánk ezekre a rendszerekre, hol lehetne és mit lehetne ezekkel nyerni. Nyilván, hogy az energiafogyasztásnak a csökkentése a legfontosabb, és minél racionálisabban használni. Tehát a gépkocsiknál ez egy járható út, amit a rektorértes is elmondott. Nyilván a lakásoknak a fűtése, hűtésének, a költségének a csökkentése, ezért rendkívül fontos. De igazából hosszú távon a megoldás ott van, amikor minden kicsit hosszabb távon tudna előre gondolkodni, hogy tudná még jobban csökkenteni mindazokat a költségeket, ami nem biztos, hogy csak a utazásban van csomagoló anyag, ami felesleges, olyan életmódi szokások, amik nagyon sok forrás energiafelhasználásával, vízfelhasználással zajlik, ezeket visszafogni. Tehát a nagyszüleink azok nagyon jól tudták, hogy kell lehető legkevesebb dologgal egy jó életet, a lehetőség mellett jó életet tenni. Majd kicsit, sokan mi mindig abban vannak, magunk is, hogy ha több dolgunk van, több eszközünk van, több helyre megyünk el, akkor boldogabbak leszünk. De az a helyzet, hogy azok a források, amik ezt lehetővé teszik, ezek már végesek. Talán akik az internet korában egy nagyon nagy pozitív mondat, az emberek rádöbbenek, hogy ez egy véges bolygó. Tehát nem egy valami nagy pusztában, ahol mindig lehet elvenni, hanem most egyre többen rádöbbenek, hogy nincs új zöld sziget, nincs új megújítható világ, ez a világon mindent emberek vannak, hihetetlen tömegben, ilyen nagyon nagy szegénységben, és persze mindenki szeretne újat, jobbat, még többet, de szerintem a jövő ott van, ahol kicsit előrelátatóan gondolunk, nem feltétlen a saját egyéni érdekünknek a tovább vitelében, hanem ez majdnem egy etikai kérdés, hogy igenis korlátozni kell tudnunk magunkat, ha más nem a saját gyerekeink érdekében. Ez már egy kicsit lerágott ilyen szlogennek tűnik, de tényleg erről van szó, hogy az, ahogy most mi élünk, az tényleg a saját konkrét gyerekeinknek a lehetőségeit szűkítjük be. Tehát például a klímaváltozás kapcsán sokan azt gondolják, hogy ez vagy valamikor történik, majd valamikor messze van, de nem. Itt például, itt a saját megyénkben és a következő 10-20 évben már ezek már tapintható hatások, sőt, nemrég olvastam egy tanulmányt, ahol azt vizsgálták, hogy magyarországi borszülő vidékeknek milyen jövője van 2052 ebben az évszázadban. Voltak olyan modellezések, ami azt mondták, hogy a Tokaji hegy alján nagyon nehéz ez tokaji bor termelni, olyan mértékben változik a klíma. Tehát ezek hétköznapokban zajlanak, vagy például saját megyénkben egy nyírség adja a területnek a nagy részét, egyre a csapadék mennyisége nem változik, de időben eloszlása jelentősre. Száraz nyarak lesznek, ez szinte bizonyos, hogy nyarak egyre szárazabbak lesznek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a fa sorokat kivágják, vagy ellopják, vagy a gazdálkodásnál fontosnak tartják, és a szelek pedig szintén erősödnek. Most száraz évek, homokfúvás, soroljam, hogy ez mit jelent a következő évtizedekben? Egyrészt az agráriumban, másrészt erdőgazdálkodásban. Az egészségben is. Tehát olyan markáns változások fognak a következő évtizedben, sajnos bekövetkezik. Hogy mondjam azt, hogy remélem, hogy ezek a modellek, ezek talán tévednek, de egy kis az esélye, ami el kell, hogy gondolkoztatja az embert, hogy nem végtelen ez a bolt, ahonnan veszük ki a dolgokat, hanem igenis ez jóval
megfontoltam a kérdést. Persze ez nem könnyű, tehát örülünk, hogy ismét a világnak a gazdagabb feléhez kezdünk tartani. Szeretnénk ugyanazt már megélni, mint amit a filmekben láttuk a gyerekkorunkban, hogy modern autók, meg csodálatos tájak utazunk, de ennek a költségeik nagyon nagyok. És egy átgondoltabb életvitel, egy kicsit a jövőbe gondolkodás volna szükség. Ezt látszanak ennek a nyomai. Tehát azért a fiataloknál többször lehet látni, hogy kicsit gondolkodnak előre, kicsit már is feszegetik, hogy ennek milyen költségei lehetnek a természetre nézve. Megvannak a csirái ennek a gondolkodásnak, de nem olyan mértékben, hogy kellene. Tehát... Egy picit elkezdtünk a fenntarthatóság felé. Így van. És akkor nagyon nekem az jutott eszembe, hogy azt mondtad, hogy ez nem egy olyan bolt, ahova majd mindig eszel, és ez nagyon jó, hogy mondtad a dolgot, mert ez egy tipikus dolog. Ugye fogyasztói társadalomban élünk, egyre inkább ugye az a cél, hogy minél többet fogyasszunk, vásároljunk, de éppen ez az a terület, ahol tényleg tudunk a klímaváltozás ellen indirekt módon tenni. Miért? Mert minden áru, minden, amit veszünk, egyrészt mondtam, hogy természeti anyag és erőforrásból van, de ahhoz, hogy a természeti anyag és erőforrásból áru legyen, ahhoz energiát kell befektetni sokat. Az energia termelés, ugye pedig az ma körülbelül 70-80%-ban olyan módon állítjuk el az energiát, hogy az növeli az üvegházhatást, a klímaváltozás. Tehát ha meggondolom, hogy azt a dolgot nem veszem meg, amire egyébként hazamegyek és rájöttem, hogy ezt most miért is vettem meg tulajdonképpen, és lehet, hogy ki is dobom, vagy azt szoktam mondani, hogy és most márka nélkül, a fogkrémet, kétféle fogkrémet lehet venni. Az egyik dobozban van, és abban a dobozban van egy tubus. A másik csak a siván tubus, a feje tetejére állítom. Amikor megveszem azt, amely tubus és doboz, hazamegyek, mit csinálok? Kiveszem a tubust, és azonnal kivágom a kukába a papír részét. Remélhetőleg szelektíven. De azt a papírt akkor is elő kellett állítani, sőt, festeni kellett, és ugye csodábbnál csodább, csicsásabbnál csicsásabb festések vannak. Szóval ennyi, hogy meggondolom, hogy biztos, hogy jó az nekem, hogyha azt megvásárolom. Most mondjam azt, hogy százszor gondoljuk át, hogy a reklám, amit mond, az biztos, hogy jó-e nekem. De én ezt nem szeretném tovább hajtani. Nyilván ezzel sokat rontunk a fenntarthatóságon és a szemléleten a reklámokkal. De már, hogyha szóba hoztam, akkor el tudjuk juttatni az információt a fiatalokhoz úgy, hogy a fiatalok befogadják, hiszen nem csak a klíma változik, de a felfogás is, és hát ez az egész modern társadalom. Mit látnak, mit tapasztalnak? Én hagyj mondjam meg én, hogy nagyon örülök, hogy most éppen egy olyan intézményt vezetek, ahol minden képzésnek a része lesz ez, és az, amit mi pedagógus képzésnek hívunk, és ugye indul az óvodapedagógus képzésünk, már az óvodapedagógus képzésben, az osztatlanban, a mesterben, tehát gyakorlatilag minden szinten nem egy, hanem több tantárgynak a része, és éppen most nézegettem azt, hogy az óvodapedagógusoknál majd lesz olyan rész, alig várom, hogy majd ki fogunk menni az erdei iskolába, és ott majd, hogy is mondjam csak, a leendő óvónőket arra fogom tanítani, hogy a gyerekeknek mondják el, menjenek ki az erdőbe, és kérjék meg a gyerekeket, hogy menjenek oda a fákhoz, ölelgessék meg őket, és ezt a gyerekek simán meg fogják tenni, semmi probléma nem lesz, és köszönjék meg az oxigént, a széklábát, az asztallábát, a bölcsőt, a koporsót és mindent, mert ha a fa nem lenne, akkor mi se lennénk. Szóval én úgy gondolom, hogy az oktatásnak egyre inkább része, nagyon reméljük, hogy a mindennapi életnek is része lesz az, hogy meggondolom, hogy az tényleg környezetbarát, de fenntartható-e, és nem tesz-e rosszat a klímaváltozásnak. Én azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal több ismeret terjesztő. Például ilyen műsor, mint ez, ilyen műsor kellene, és sokkal több lehetőség. Hát nem tudom, van ilyen, hogy a nyugdíjasok vagy az öregek akadémiája, amikor én ott előadást tartottam, hát olyan lelkesek voltak, mint az óvodások, komolyan fantasztikus volt, mert hogy leéltek egy hosszú életet, és rájöttek, hogy hibáztak, és elkezdtek aggódni az unokájukért és a gyerekeikért, hogy ezt nem így kellett volna. Tehát nagyon érdekes, hogy a legfiatalabbak nagyon lelkesek, és nagyon ölelgetik a fákat a kicsik. Aztán jön egy időszak, amikor leginkább, ahogy az egyik hallgató mondta, ilyen bőgős, dübörgős autót szeretnék, ami aztán fogyasztja a benzin, de jó gyors, és olyan dolgokat akarok, ami kifejezetten energiaemésztő. Van egy olyan időszak, amikor
hát hogy is mondjam, csak a közép korban vagyunk, mert úgy értendő, hogy az életnek, az életünknek a közepében, amikor hát minél több, hogy mondjam, olyan dologra van szükség, hogy stabilizáljuk a családunknak a dolgait, és aztán utána jön a dolog, amikor visszanézünk és rájövünk, hogyha nem mindent jól csináltunk. Szóval ezt valahogy ismeretterjesztéssel össze kellene hozni, és én nagyon optimista vagyok egyébként, mert ha nem lennék, az nem ülnék itt. Tehát, hogy ne hagyjuk, hogy elszaladjon az idő. Nagyon szépen igen. Köszönöm a professzor urak, hogy eljöttek hozzánk. A nézőknek a figyelmet, egy hónap múlva találkozhatnak ezzel a műsorral. Viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.